nagy tisztelettel köszönt a Dolomitai közönségét. Egy hétvégi rendezvényre szeretném felhívni a figyelmet, amely az ország egyik talán legszebb részén található Badacsonyban, a Badacsonyi Születi Fesztivál. Ez most a hétvégén szeptember 7-től 9-ig kerül megrendezésre, és amelynek az egyik legszimpompásabb rendezvénye a vasárnapi születi felvonulás lesz. De mint mindenki tudja, Badacsony az egyik legtörténelmi borvidéke Magyarországnak, az itt termett remek borok megállják a helyüket sorra a világban, bármilyen megmérettetésen vesznek részt. Szeretném felhívni még a figyelmet az itt nemesített fajtákra is, a vulkánuszra, az euszra és a rózsakőre, amelyeket máshol az országban nem lehet kóstolni. Ez erre a borvidékre jellemző, és így, mint helyi fajtákat tudják kóstolni. Sok szeretettel köszöntjük Önöket Baracsony-Tomajon, a Szőlőjésbor Nemzetközi Városában. Településünk 1987 óta viseli az elismerő címet, mely a Szőlőjésbor Nemzetközi Címre jogosít. Ezúton is köszöntjük a kedves vendégeket nálunk a Baracsonyi Születi Fesztiválon, mely már 54. alkalommal kerül megrendezésre. A rendezvényünkről 1964-ben már élőben közvetített a Magyar Televízió. A vasárnapi napon, tehát holnap kerül megrendezésre a születi felvonulásunk, mely egy 5 km hosszú menet, részt vesznek rajta a környékbeli települések képviselői lovasfogatókkal, számtalan néptánc együttes látogatott el hozzánk Finnországból, Lengyelországból, a felvidékről is vannak csoportjaink, ezen kívül felvonulnak a történelmi borlovagrendek, valamint a plébánosunk a holnapi napon 10 óra 15-kor megáldja a szőlőharangot. Ezekben a pillanatokban éppen az ezüsti tánc együtt a táncosai rokják itt a színpadon. Mit hallunk közben kérdezenek nagy lányokkal a tánc együttes alapítójától, és a küldetőjén. De jön a kívánok! Nagyon jól rokják, ezt el lehet már is mondani, fokolódik itt a hangulat a szület helyszínén. Thank you.
Igen, az a megtiszteltetésért minket, a Gyenesi ingatlanját, és a Somogyi fagylaltműhelyt, hogy idén mi készítettük el az két fagylaltját, a Baslikomos mellett, amely egy természetes alapanyagokból készült kézműves fagylalt, hazai mellából, illetve legfriss Baslikomból. De emellett el kell, hogy mondjam, hogy a fagyizó számos díjjal büszkélkedhet még, mint például tavaly megnyertük a Balaton fagyját, a Feszültség Mandulás Csupja kreációnkkal, valamint szintén az idei évfagylaltja versenyről bronzérmet, illetőleg Szeged város külön díjat és valamint egy szakmai nívódíjat. Nagyon fontos a cukrászdánknak, illetőleg a fagylaltozónknak, hogy egy olyan képet mutassunk a településnek, illetőleg magának az országnak is, és a fagyizni vágyóknak, hogy csak is olyan alapanyagokból, illetőleg termékeknek a felhasználásából készítjük a fagylaltunkat, ami teljesen természetes, és kedvez az emberek számára. Üdvözlöm a kedves nézőket, itt vagyunk Balatonban a Borfesztiválon. Most ott a Málik cincészetnek a borát őskolom. Nagyon tudom. Várunk mindenki szeretettel itt a Balatoni Borfesztiválon. Ma is, meg holnap is. Én, mint bolszként, kicsit szorosztam hajtogatni a gyerekeknek, játszom velük. És köszi mindenkinek. Köszönöm szépen. Szép jó napot. Kincs Sanyi vagyok. Voltam Olaszországban, most hazajöttem Ausztriába, és most hazajöttem a saját magám Kingdomba. Magyar Birodalomban. Magyar Birodalomban. Királyságban. Megajánlás!
száz aranyért nem adnám. Most már alap. Bodnár Eszter vagyok, Budapestről költöztünk Szigligetre 6 évvel ezelőtt, és nagyon szeretünk itt lakni, és itt eljöttünk egy kicsit játszani a partra, kicsit sétálni, körülnézni, biciklizni. Nagyon szeretjük Badacsonyt. A ja nie boraczek z tą torbą cielęcą marsza! Spotykamy się po raz już nie pierwszy jako mieszkańcy, przedstawiciele gminy Czempiń tutaj w gościnnym Badaczoń-Tomaj z okazji święta winobrania, ale tak naprawdę z okazji 10 lat współpracy pomiędzy gminą Badaczoń-Tomaj a gminą Czempiń. Te 10 lat to wydaje się być z perspektywy czasu tylko chwila. Chwila, w której dwie miejscowości oddalone od siebie o setki kilometrów nawiązały bardzo silne więzi przyjaźni. Czujemy się tutaj podczas każdej wizyty i mam nadzieję, że również mieszkańcy Badaczoń-Tomaj, Węgrzy, którzy odwiedzają nas, jak w domu. Te miejsca już nie mają dla nas tajemnicy, wracamy tutaj zawsze z wielką radością i chęcią. Także tym razem przyjechaliśmy tutaj, by wspólnie świętować, by czcić ten ważne święto naszych przyjaciół, ale także, żeby zaprezentować odrobinę kultury polskiej na Węgrzech. Przed momentem mieliśmy okazję posłuchać tradycyjnej polskiej czempińskiej kapeli dudziarskiej. Już za kilka chwil także tutaj w Badaczoń-Tomaj będziemy prezentować wystawę artystów, malarzy z terenu gminy Czempiń. To wszystko po to, by dalej cementować naszą przyjaźń. Przyjaźń, która w ostatnich latach fantastycznie się rozwinęła na wielu płaszczyznach, oprócz oczywiście gościny i wizyt podczas ważnych uroczystości przyjaciół, przede wszystkim spotykają się mieszkańcy naszych miasteczek. Co roku odbywa się wymiana młodzieżowa w ostatnich latach, dzięki czemu poznają się
uczniowie szkół podstawowych z Czempinia i z Baraszeń-Tomaj uczą się wzajemnie poznawać nową kulturę, poznawać tradycje, historię, zwiedzają wzajemnie oczywiście okolice tych naszych pięknych miast i nawiązują przyjaźnie, uczą się języka angielskiego, bo trzeba powiedzieć, że mimo i to jest myślę takie znamienne dla naszej współpracy, że mimo takiej dużej bariery językowej pomiędzy językiem polskim a węgierskim nigdy nie stanowiło to przez te 10 lat tutaj trudności nie do pokonania, a kolejnymi etapami, kolejnymi pomysłami udawało nam się tą przyjaźń tylko zacieśniać. Mam nadzieję, że kolejne lata będą pełne nowych doświadczeń, będą dalej utrzymywały i rozwijały tą współpracę, być może na jeszcze kolejnych nowych płaszczyznach. Z taką wiarą i z taką nadzieją dzisiaj tutaj i podczas tego weekendu jesteśmy. I z taką nadzieją wyjedziemy już za kilka dni, by znów gościć się nawzajem i poznawać i dalej rozwijać tą przyjaźń. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy mieli okazję obejrzeć ten film. Nieważne, czy to Polacy, czy Węgrzy, a może osoby z innych narodowości. Przyjaźń międzynarodowa jest bardzo ważna i kultywujmy i rozwijajmy taką wymianę. Jubinam és a születi fesztivál kedvéért utaztunk Balatonmárjára, honnan hajóval jöttünk el, ide Badacsonyba, és nagyon finom a kaborok. Nagyon szépen köszönöm, és jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen! Jó napot kívánok! Szegi családi gazdaságból vagyunk, Lesence Istvánról jöttünk, és most már 6 éve csinálunk sajtokat, friss sajtokat és hosszú élésű sajtokat tehéntejből, javában tehéntejből, kecsketej az kevesebb van, úgyhogy kecskesajtot csak kevesebben tudunk csinálni. A különböző fűszeresztésűeket csináljuk a friss sajtokból, ugye van fokhagymás indítás, kapros fokhagymás, ilahagymás, bazsalikomos, füstölt, natur, színes borsos, a pincében életeket pedig vörösborban keregetjük, és olívaolajjal. És ott érlegyük, most már van 1 éves sajtunk is, sikerült elérnünk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Fint a törpe, innen tudtam, hogy óriás, innen tudtam, hogy óriás. Körpét is láttam, az óriásnak még a térdése még. Innen tudtam, hogy törpe, innen tudtam, hogy törpe. A lekuporodsz mellém, te vagy az összehajtott óriás. A lekuporodsz mellém, te vagy az összehajtott, 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 összehajtott. Tiktok, megtanítom őket mindenre. Írni, olvasni, számolni, és arra, hogy ne egyék egymást meg. Még ha megnőnek, akkor se. Rapapapá, 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 rapapapá. Ha állat lennék, soha nem tartanék embert a lakásban, mert lármázik és piszkot csinál és egészségtelen. Rapapapá, rapapapá, rapapapá,
róka neked róka, róka neked róka. Egyik szint a gazdája, róka neked róka. Másik meg a fajtája, róka neked róka. Harmadik a szint kapja. Csak nem vásároltál, vagy az apa nem vásárolt neked sajtot? Apukám nem vásárolt nekünk sajtot. Hát biztos tudja, hogy anya teletömte a hűtőszekrényt sajt. Sehol nem árulnak bugyik? Nem. Tényleg? Krisztin Miklós vagyok, és a Bűthely Borászatot képviselem. Kártalan Tótiról származunk, a Tóti hegyről, egész pontosan 20 hektáron gazdálkodunk, és kiváló gyümölcsös, ásványos balassai borokat képviselünk a piacon. Nagyon szépen köszönöm. Mindig szívesen. Tanádi Pincészet képviseletében vagyunk itt a Badacsonyi Szület rendezvényen. Ez egy családi pincészet, ami jelenleg 10 hektár területen gazdálkodik. Főfajtái a kéknyelő, a rózsakő, az olasz rizling, szürkebarát, de megtalálható a házlevelű és a zeusz. Vendégeink nagy kedvence a zeusz és a kéknyelő fajták, mely az idei évben a top termék lett. Abszolút családi pincészetről beszélünk, ahol apa és fia készítik a borokat és vesznek részt a feldolgozás minden egyes folyamatában. Én az értékesítésben segítem a pincészetet. Normál Rákos vagyok, a Trió Pince egyik tulajdonosa. A Trió Pince egy családi pincészet, a három testvérem és szüleim csinálják. Szüleim kezdték el, és miután én végeztem az egyetemen, az öcsém pedig elkezdte, akkor határoztuk el, hogy ebbe az irányba mozdulunk el, és elkezdjük értékesíteni is a borainkat. 2015 óta értékesítünk, és így kerültünk ide a Badacsonyi Születi Fesztiválra is. A pincészetről Tapolca, Diszelbe, a Hajavos-hegyen található. Van egy kóstolótermünk, vagy az 17-ben ott kóstoltatunk. Leginkább a badacsonyi fajtákat részesítjük előnyben, mint például az olasz rizling, szürkebarát, zeusz, például vulkánusz, rózsakő. Ezekből készítjük borainkat. Jelenleg másfél hektáron gazdálkodunk, és bővül. Hát mi vagyunk a Sipos Borház, és Badacsonyról érkeztünk. Hát ez már egy hagyomány, évek óta részt veszünk a Születi Fesztiválon. Ez egy kisebb családi pincészet, szokásos badacsonyi balaink vannak, mint a kéknyelű, a szürkebarát, olasz rizling, van rozénk, van vörösborunk, úgyhogy elég széles a paletta. Egy budapesti ügyvédi egyébként ez a kis borászat, 7 hektári szőlővel rendelkezik. Egyébként nyáron szeretettel várja az embereket, mint egy kis vendégház, meg lehet szállni, meg lehet nézni a pincészetet, meg lehet kóstolni a borokat, és hát minden évben itt vagyunk, úgyhogy. Köszönöm szépen, és hol találni meg önöket? Hát Badacsony Őrsön. Igen, a Valga pincészet fölött egészen pontosan. Nagyon szépen köszöntöm. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Alla birken morrena.
köszöntöm Önöket a sátorban és a sátoron kívül. Mindenkit arra bátorítok, hogy jöjjön közelebb. Itt most egy óra tömény zenében lehet részük, és ugyanezek a dallamok a nagy fényes Spanyolországról érkeztek, de örüljünk annak, hogy vége a nyárnak, mert ez azt jelenti, hogy kezdődik a borszezon. Úgyhogy nagyon örülök, akik előtt boros poharat látom. Ne csak a zenét, hanem ezt a finom medőt is élvezzék. Jó szórakozást kívánok!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, kedves helyi lakosok, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt Karacsony-Tomaj Város Önkormányzata nevében. Köszönjük, hogy eljöttek, és bár én önökből a fények miatt semmit nem látok, és ez nagyon zavar, de sejtem és tudom, hogy nagyon sokan önök közül nem első alkalommal jöttek el a vadacsonyi szüretre. Arra a vadacsonyi szüretre, amelyiket az idei évben az 54. alkalommal szerveztük meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy külön is köszöntsek két települést, a vendégeinket, a partner településeinket, a lengyelországi Csempin település küldöttsége van körünkben, és a szlovákiai, de magyar lakta részről érkező Marcelháza település küldöttsége. Kérek egy nagy tapsot neki. Később majd kitérek rá, hogy miért is hívunk ilyenkor vendégeket. Előtte azonban szeretném elmondani, hogy a szüret a szőlővel és a borral foglalkozó embernek a legnagyobb ünnepe. Azért a legnagyobb ünnep, mert a végtermék a bor születése. Egész évben azon tevékenykedünk, mi itt élők és szőlővel, borral foglalkozó emberek, hogy ilyenkor szüretkor a munkánk gyümölcsét leszedhessük, kipréselhessük, hordóinkba rakhassuk, és majd egy ugyanilyen örömünnep keretében megkóstolhassuk úgy november táján, Márton napja körül, mint új bort. Természetes tehát, hogy a születés, ugyanúgy, mint az ember életében, az egyik legfontosabb momentum a szőlővel és borral foglalkozó embereknek. Igazából a mi naptárunk nem is igazodik a rendes éves naptárhoz, hiszen nekünk az év gyakorlatilag ilyenkor kezdődik. Hiszen mindaz a munka, amit említettem, az ilyenkor kezd gyümölcsözni, és hát én azt gondolom, hogy aki egy szüreti mulatságra eljön, az tisztában van azzal, hogy hogy készül a szőlőből a bor, milyen folyamaton keresztül, már csak azért is, mert szinte nincs az országnak egy olyan szeglete, ahol ne termelnének szőlőt, ahol ne készülne bor, és nagy örömünkre most már egyre több borvidéken kiváló minőségű borok születne. Ez azért is fontos, mert több ezer éves az a borkultúra is, amely itt Badacsonyban még ma is virágzik, sőt, hát azért dolgoznak nagyon sokan, a gazdák is, és mi önkormányzat is, hogy egyre inkább virágozzék. Akik tavaly itt voltak, azok együtt ünnepeltek velünk a tekintetben is. Hogy Karacsony-Tomaj a szőlő és bor nemzetközi városa kitüntetést kapta 1987-ben Rómában, és ennek ugye tavaly volt a 30. jubileuma, most 31. De ettől a felelősség nem csökken, ami ránk hárul, hogy azt, amit az elődeink megérdemelten elértek eredményeket, azokat megtartsuk, és ne csak az eredményeket, hanem a hagyományokat is, amelyek mindenhez kötődtek. Aki részt vett már szüretem, és aki nem, annak nagyon ajánlom, hogy vegyen részt fizikailag is, mert hangulata van, azt tudja, hogy ilyenkor meghívjuk a barátainkat,
meghívjuk azokat az embereket, akiket szeretünk, akikkel az év egyéb napjain is találkozunk, hogy együtt örüljünk ennek az ünnepnek, együtt legyünk, beszélgessünk, borozgassunk, mert egy sor gondolkodót tudnék idézni, akik azt fogalmazzák meg, hogy az emberi mi voltunk legfontosabb része, hogy beszélgessünk egymással, hogy legyünk együtt. És azt már csak én teszem hozzá, hogyha lehet, akkor szeressük egymást. Igazából itt van nekünk mintaként a bor és a szőlő. Csak észre kellene vennünk és tanulnunk kellene a szőlő és a bor életéből, és innunk kellene kultúrált módon bort. Van, akiből a bor az ördögöt hozza ki, és sajnos erre nap mint nap van példa. Pedig a bor szerepe az ember életében az, hogy a benne lévő angyalt hozza ki. Azt az angyalt, amely megszületik, amikor a világra jövünk, aztán az élet nehézségei rárakódva már egy más embert mutat 20-30 éves korában. De az a kis angyal, aki megszületett, az bennünk van, és a bor mértékkel fogyasztva képes ezt az angyalt előhozni. Miben jelenik ez meg? Abba, hogy mosolygunk, hogy beszélgetünk a másikkal, hogy dalra fakadunk, hogy táncolunk, és az a mi feladatunk, hogy ezt megértsük, és éljünk ezzel a lehetőséggel. Sokan azt hiszik, hogy a bornak az a szerepe, hogy berúgjunk, és onnantól kezdve már nem olyan erők hatnak ránk, amiből egyébként lehet jó is, mert láttam én már olyan ember, aki ilyen állapotban mosolyogva ült egész éjszaka, majd elaludt. De láttam sajnos mást is. Éppen ezért arra bíztatok mindenkit, hogy örömmel, szeretettel vegyen részt ezen a szüreten, és sok más szüreten, mert most már majdnem minden településen van kisebb-nagyobb szüreti mulatság, de ennek a mostaninak adja meg az egyik jellegét az, hogy ez az 54. Drága barátaim, jó néhányunknak sok-sok rokona részt vehetett valamelyikén, és lehet, hogy már nincs köztünk. Adja meg ez az 54-es szám ennek a patináját, és mi pedig tegyük hozzá azt az angyalt, amelyik ott van bennünk. A másik különlegessége legyen ennek az idei badacsonyi szünetnek az, hogy az említett lengyel testvértelepüléssel 10 éve van testvér kapcsolatunk, tehát most ünnepeljük a 10. évfordulóját, ezért szeretném a színpadra szólítani Konrád Malicki polgármester urat és az alpolgármester urat. Önöket pedig arra kérem, hogy egy tapssal köszöntsék őket. Engedjék meg, hogy kihasználva ezt a lehetőséget, néhány mondatot mondjak erről a kapcsolatról. Azt hiszem, azt nem kell hosszasan részletezni, hogy a lengyel és a magyar nép történelmileg amúgy is barátságban van. Mi 10 évvel ezelőtt kötöttünk együttműködési megállapodást azzal, hogy igyekszünk ezt a baráti kapcsolatot a két település és lakói szintjére levinni. Mi całej delegacji z Czempinia niezmiernie miło, że możemy być waszymi gośćmi w tym wyjątkowym dniu w święcie winobrania. Én és a lengyel vendégek nagyon örülnek, hogy részt vehetnek ezen a nagy ünnepen veletek együtt. Ale jak powiedział pan burmistrz,
to spotkanie to także okazja do tego, by świętować 10 lat bardzo owocnej współpracy i przyjaźni. De ahogy polgármester úr már elmondta, ez arra is ad alkalmat, hogy ünnepeljünk az együttműködésünk 10 évet, ami nagyon-nagyon sikeres volt. Mam nadzieję, że większość z Państwa tutaj zebranych była już świadkami właśnie różnych wydarzeń tej współpracy, a jeśli nie, to mam nadzieję, że będzie w nadchodzącej przyszłości. Remélem, hogy sokan önök közül már tanúi voltak ennek az együttműködésnek, ha nem, akkor jövőben biztos lesznek. Z okazji tego naszego jubileuszu wspólnego przygotowaliśmy w czasie tej wizyty kilka niespodzianek. Jedną z nich był koncert naszego lokalnego ludowego zespołu Dudziarzy. To już za nami. Erre az alkalomra készítettünk néhány meglepetést. Ezek közül az egyik egy koncert volt, a Dudások koncertje. Drugą z tych niespodzianek są prace naszych lokalnych artystów, malarzy z Szczępinia, które są już gotowe na wystawie w waszym tutaj bardzo ważnym muzeum i mam nadzieję, że zechcecie Państwo odwiedzić to muzeum i zobaczyć tę wystawę w najbliższych dniach. A másik ilyen meglepetés, hogy elhoztunk a helyi Szczępini festőművészek képeik, amelyek az Egri József Múzeumba kerültek kiállításra, és reméljük, hogy önök meg is látogatják őket. I trzecią, już ostatnią niespodzianką jest przygotowany przez jednego właśnie z tych artystów, pana Mariusza Korbańskiego, specjalny na tę okoliczność obraz, który ma pokazać naszą przyjaźń, więzi pomiędzy Polską a Węgrami. I a harmadik ilyen meglepetés, az egyik művész, festőművész, akinek a képeit lehet látni a kiállításon, ő által készített kép, amely direkt erre az alkalomra készül, és jelképezi a két település közötti együttműködés és barátságot. És ha születésnap, akkor torta. Készítettünk egy, nem tudom mennyire látszik onnan lentről, egy szép nagy tortát, amelyet most a polgármester úrral megszegünk, és hát azt nem merjük vállalni, hogy itt betoljuk, mert attól félünk, hogy baja esik, de azzal a szándékkal hoztuk, hogy szeretnénk utána önöket megkínálni ebből a tortából, hogy együtt örüljenek velünk. A kolléganőim majd fogják kis tálcákon vinni ezt a tortát önöknek. Kérem, fogadják szeretettel a két településtől. Köszönöm az érdeklődést, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nagy öröm, hogy beszélhetek arról, hogy hogy élünk itt Baracsonyban, és milyen ünnepeink vannak. Természetes, hogy egy szőlővel és borral foglalkozó vidéken az ünnepeink is a szőlő és a bor köré csoportosulnak. Majdnem minden fázisához kötődik egy ünnep. Ugye bizonyára azt azért mindenki tudja, hogy a szőlőből hogy készül a bor, és hogy jutunk el a szőlőig. Ezt a folyamatot most nem szeretném elmondani, de azt igen, hogy ezekhez a fázisokhoz ünnepek tartoznak. Az első ilyen nagyobb volumenű ünnep a kéknyelű virágzás ünnepe. Már a szőlővirágzást is megünnepeljük, hiszen nagyon sok múlik, hogy milyen termés lesz attól, hogy milyen a virágzás. A kéknyelű pedig az a szőlőfajta, ezt talán kevesebben tudják, amelyik Magyarországon csak Baracsonyban található, és az ő virágzása meg különösen kényes, és ezért megérdemel egy jelentős ünnepet, több napos ünnepről van szó. A virágzás után ugye a bogyók kifejlődnek, és
ha szerencsénk van, akkor beérnek és jó termést adnak. Ez a termés ilyenkor, szüretkor kerül a hordóinkba. Nagyon-nagyon nagy ünnep ez, hiszen innentől kezdve nagyapám azt szokta mondani, hogy minden elvesztített szem az hiányozni fog a hordóból, azért, mert amikor leszedjük a szőlőt, kipréseljük és a hordóba rakjuk, onnantól kezdve már nem tudunk hozzátenni, legalábbis valamire, magára valamit adó borász nem tesz hozzá ilyenkor semmit. A szület tehát a legnagyobb ünnepünk ebben a sorozatban. Később már az új bort ünnepeljük Mártonnap környékén, illetve advent idején megkóstoljuk az új borokat, és gyakorlatilag amikor ezek az új borok megérnek, akkor már a következő évben, mint az előző évjárat legszebb példányai mutatjuk meg a kedves fogyasztóknak. Most mi a szerepük ezeknek az ünnepeknek? Még? Ez az egyik szerep, hogy megünnepeljük, hogy a szőlővel együtt élve belőle élni tudunk. A másik szerep az, hogy nagyon jelentős költségei vannak annak, hogyha a bort el akarjuk juttatni a fogyasztóhoz. Természetesen ezt meg kell tenni, palackozzák és különböző csatornákon keresztül eljut a magyar, illetve a nemzetközi piacra. Ugyanakkor mi azt is gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ide is eljöjjenek a fogyasztók, itt kóstolják meg a karácsonyi borokat, így jelentős költségeket is meg tudunk takarítani. Másrészt pedig a fogyasztó a gazdákkal elbeszélgetve sok olyan információhoz tud jutni, amelyhez egyébként nem. Éppen ezért ez egy nagyszerű találkozása, például a karácsonyi szüret a termelőnek és a fogyasztónak, de a borheteket ki is felejtettem ebből a sorból, amikor három héten keresztül ugyanezen a téren kínáljuk a finomabbnál finomabb borokat. Tehát minden olyan rendezvény, amelyik a fogyasztó és a termelő találkozásához vezet, vagy annak része, az nagyon fontos számunkra. Az a tapasztalat, hogy ez a szám évről évre növekszik, a fogyasztók szívesen jönnek ide találkozni a karácsonyi borokkal, és hát mi önkormányzat pedig azon kell, hogy dolgozzunk, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk mindenhez. Ehhez különböző pályázatokkal próbálunk elérni tereket, parkokat, olyan közfunkciójú területeket újítunk meg, ahol ezek a találkozások létrejönnek. Nagyon szépen köszönöm.